Alapvetően itt a hajó oldalán ültök kint, amit a látában meg szoktak elsőre rémülni az emberek, de hogyha ebbe a fogantyúba beakasztod a lábad, ez egy nagyon stabil ülés. Gyakorlatilag nem tudsz kiesni a hajóból. Ami lényeges még a ti szempontotokból, hogy mindenki kapni fog egy evezőt, amivel értelemszerűen evezni kell. Ez azonban nem jelenti azt, hogy bárkinek meg kell szakadni az evezésbe. Alapvetően itt az a cél, hogy jól érezzétek magatokat. Ezért azt szoktuk mondani, hogy az az alapfelállás, hogy mindenki evez folyamatosan, de aki úgy érzi, hogy egy kicsit elfáradt, az nyugodtan beveszi az evezőjét és pihen egy kicsit. 2-3 olyan pont van a túra folyamán, amikor mindenkinek evezni kell, értem szerint, amikor a túravezető szólni fog, például a Margit-sziget túloldalán, amikor elérjük a Margit-sziget túlsó végét, akkor át kell eveznünk a jobb partra, mert ugye ott megy a hajózási útvonal, és akkor mindenkinek egy kicsit bele kell húznia, de alapvetően abszolút nem megterhelő maga a túra. Ami még kérdésre szokott lenni, az evezők így meg vannak jelölve ezzel a fekete csíkkal, ez azért van, hogy segítse a fogást, ugyanis az egyik kézzel ide a tetejére kell ráfogni, a másik kézzel pedig erre a fekete csíkra. Ezt majd azért bent elgyakoroljuk. Ezt bent természetesen elgyakoroljuk. A hajó kormányzását azt a hátulülő túravezető végzi, gyakorlatilag mi egy mozdulattal tudjuk akár teljes 360 fokban megfordítani a hajót. Igazából az utasok csak a sebességét adják meg a hajónak, hogy a alapszabálya folyó vízen, mint például a Dunán is, hogy a hajót addig lehet irányítani, hogy sebessége van. Éppen ezért szükséges a folyamatos evezés, de ebben nem kell beleszakadni, tehát abszolút egy ilyen fun dolog az egész, illetőleg mi azért sztorizgatni is szoktunk, fogunk a túra folyamán. Természetesen fogok is kérdezni. Indulhatunk-e, és a részleteket ott megtudjuk? Itt mindenképpen megyünk most egy próbakört. Rendben. Mindenki kipróbálja az evezést, egy kicsit összehangolódunk, és aztán pedig indulunk ki a Dunára. Rendben. Akkor először megmutatom, hogy mennyire könnyű irányítasz a hajót a tiéd. Az nagyon jó lesz, nagyon kíváncsi vagyok. Gyakorlatilag két mozdulattal ezt a hajót teljesen meg lehet fordítani mind a két irányba. De az irányítással csak te foglalkozol. Tehát az irányítással csak én foglalkozom, igen. Nagyon jó. Nektek gyakorlatilag semmilyen más mozgást nem kell végezni, mint ezt a klasszikus előreevezést. Annyit szoktunk még elmondani, hogy akkor jó az evezés, és akkor a legenergia hatékonyabb, hogyha a lapátnak a tolla teljesen elmerül a vízbe. Uh-huh. Mivel most kevesebben leszünk a hajóban, így nem áll fönn az a veszély, hogy összeakadjanak az evezők. Ha teli van a hajó, tehát ha 11-en megyünk, akkor azt szoktuk mondani, hogy mindig az első két emberhez kell igazodni tempóba, ők adják a tempót, és akkor ezzel elkerüljük, hogy az evezők összeakadjanak. Akkor csinálunk egy próbát? Hát akkor tegyünk egy kísérletet, kezdjünk el evezni. Kezdjünk. Valamennyire fog minket segíteni a sodrás, vagy ez itt most semmi? Abszolút, tehát amikor kérünk a Dunára, ott gyakorlatilag a sebességünket megduplázza a víz sodrása. Itt az öbölbe ez még kevésbé érezhető, de kint azért jobb, sokkal jobban fogunk haladni. Ez egy tanácsos egyszerre mozgatni azokat az evezőket. Egyébként valamilyen evezős tapasztalatotok nektek van? Nekem minimális, voltam kajakkenu táborban 9 éves koromban egy hétig. Hát ezzel már sokkal több alapod van, mint a legtöbb embernek. Nem szokott egyébként problémát okozni, tehát egyrészt elfáradni se szoktak az emberek a túra alatt, tehát inkább élvezni szokták, tehát inkább ez a sztorizós, fotózós vonal az, ami szórakoztatni szokta őket, és tényleg abszolút nem kimerítő, tehát gimnáziumi csoportok szoktak velünk evezni, és nagyon szokták élvezni. Hát ha úgy gondolod, hogy ügyesek vagyunk, akkor részemről indulhatunk. Akkor indulhatunk is, igen. Akkor induljunk el. Mi a vízi közlekedés etikettje? Mi azért kicsik vagyunk, kevesen vagyunk a nagy hajókhoz képest? Alapvető szabály, hogy mindig a kisebb hajó tér ki a nagyobb elől. Nyilván itt az utasszállítók, a tolóhajók, azok egyrészt sokkal hosszabb távon tudnak lefékezni, megállni, illetve hát nyilván irányváltásra sem kötelezhetjük őket. Elsősorban mi térünk ki az ő útjukból, ami nem nehéz, mert mi többnyire azért a főhajózási útvonal szélén megyünk, inkább a part közelében, illetőleg hát a túravezetői kimondottan figyelnek arra, hogy szerencsére nagy távolságból láthatóak a közeledő hajók, tehát már időben elkezdjük a megfelelő manővereket, hogy véletlenül se keveredjünk nagyobb hajó közelébe. Van olyan európai város Budapesten kívül, ahol hasonló tribályt még meg lehet csinálni, mint amit most mi csinálunk? Nem tudok róla, hogy bárhol is működne. Nem is nagyon tudok olyat helyet, ahol egyáltalán lehetőség lenne rá. Tehát azokban az európai városokban, mint folyó folyik keresztül, ott többnyire annyira kiépített a part, tökéletes példa erre Párizs, ahol a Szajnának olyan magas a partja, hogy akad a kis hajóról ki se lehetne szállni, mondjuk egy
véletlen borulás bármi esetén, tehát ott kimondottan tiltják az ilyen sportjellegű hajózást. Tehát ebből a szempontból Budapest egyedi lehetőségekkel rendelkezik. A gumicsónakban is igyekszünk a Duna menti mondavilág mentén nevezni. Legendás roncsokról, kincses ládákról, hirtelen meggazdagodott halászokról szólnak ezek a mesék. A legenda szerint például Mária királyné hajóinak aranyai is a Duna mélyére kerültek. Történelmi tény, hogy az özvegy királyné a mohácsi csata után hajókon próbálta Bécsbe menteni kincstárát a törökök elől. Állítólag a hajók közül néhány valahol Esztergom környékén süllyedt el. De érdekes történeteket dunamenti épületekről is jegyzünk. Nyilvánvalóan más városnézést tartotok külföldi és magyar turisták számára. Magyaroknak kell mondani újdonságokat is. Hogyha mondjuk a parlamenthez éltek, akkor mi az az újdonság, ami még egy magyar számára is meglepetés lehet? Igen, hát a külföldieknek inkább a klasszikusabb városnéző túrát szoktuk megejteni, tehát a klasszikus halászbástya, vár, parlament és az alapinformációk, amik egy külföldiek újat jelentenek. Magyar csoportoknál ezt a kört kibővítjük inkább ilyen érdekességekre, esetenként ilyen városi legendákra. Tehát próbálunk olyan információkat adni neki, amit esetenként nem tudnak. Például a parlamentről nagyon kevesen tudják, hogy amikor a parlament épült, gyakorlatilag a teljes alapzatát kézzel kevert betonból készítették, ugyanis abban az időben már elérhető volt a modern elektromos betonkeverő is, viszont a teljes betonkeverő kapacitást lekötötte az akkor roham tempóban épülő egyes millenniumi metróvonal, aminek ugye el kellett készülni a világkiállításra, és ezért hát gyakorlatilag a parlamentnek a gigantikus alapja is teljes mértékben kézi munkában készült el. Például ez is egy olyan információ, amit nagyon kevesen szoktak tudni. Te mennyire találod nehéznek, kellemesnek, jónak a soft wrestlingot? Nekem bevallom őszintén, hogy nagyon-nagyon megtetszett, és pont azon gondolkodtam, hogy közeleg a karácsony, bármi nem... És kihozzád a családodat karácsonykor ide. Hát amíg nem fagy be a Duna, de komolyan simán, de tavasszal vagy nyáron mindenképpen el fogom hozni az ismerőseimet, mert nagyon-nagyon jó. És nem nehéz evezni? Hát most, hogy már itt csordunk le egy órája, picit a derekam ki van tekeredve, de így, hogy azért megáll mindenki kicsit pihenni, teljesen elviselhető, tehát még a nagymamámat is el tudnám hozni. Viszont, hogyha gondolod, akkor majd cserélhetünk helyet, és akkor már nem lesz olyan kényelmetlen. Igen, ezt megfontolandó. Neked hogy tetszik a soft drafting? Nekem is nagyon-nagyon tetszik, igazából gondolkoztam én is azon, hogy esetleg kipróbálnám majd a vadvízi változatát, és esetleg máshol, nem csak itt. De nagyon jó igazából. Kár, hogy nem hoztam kesztyűt, eléggé feltűnik így a kezem. Szerinted más így a város? Mert azért lehet, hogy mert te is hajóztál, nem tudom, hogy nagy hajón voltál-e már így a Dunán? Voltam, de másabb, igen, igazán másabb. Meg élmény az, hogy te vezeted is valamilyen szinten a csónakot, és te tudsz így evezgetni így a Dunán. Meg azért talán az is benne van, nem, hogy ilyen hihetetlen nyugalom van. Valahogy sokkal nagyobb igen, nyugalom, pont, mint hogyha hajón lenne. Most például itt ülünk az Erzsébet híd alatt, és látjuk, hogy írtó dugó van a városban, de ebből mi valami keveset érzékelünk. És rendkívül jót kacagunk ezen. Igen. Hát még akkor milyen könnyű is az evezés, ha közben meséket hallgatunk. Például a Duna egyik mellékágáról, a Sugovicáról szólót. Súgó Mátyás gazdag Vizi Molnár fia beleszeretett egy szegény halász Vice nevű lányába. Ám a szülők ellenezték házasságukat, ezért a fiatalok vízbe ölték magukat. A Súgó és a Vice nevek összeolvadásából keletkezett ez szerint ez a földrajzi név. De persze az érdekes dunamenti történetek közül a hidak sem maradhatnak ki. Azt sem sokan tudják, hogy nem csak Budapesten van a Lánchídhoz hasonló híd, hol van még ilyen? Angliában egészen pontosan a Temzén, majdnem hogy a 100%-os másolata, vagy talán inkább eredeti a Lánchídnak. Ugye a tervezőnek nyilván nem ez volt az egyetlen munkája ezen a téren, és hát William Adam Clarke-nak a másik Lánchídja megtalálható a Temzén a mai napig. Van még egy urbánus legenda, ami szinte ide kapcsolódik a Lánchíd környékéhez, méghozzá egy hajóról. Igen, hát ugye a Duna az rengeteg mindent rejtett a víz alatt, lásd a Margit híd felújításánál is csak két komplett uszályt találtak a mederben. Ez ilyen városi legenda, hogy valahol itt a Lánchíd környékén van egy másik világháború elsüllyedt hajó, ami teli van robbanószerrel, és a mai napig nem mer senki se hozzányúlni, mert hogy olyan tetemes mennyiségű robbanószer van rajta, hogy ez annyira veszélyes lenne. Ebből még nem derült ki, hogy mennyi az igazság, de ez egy elég széles körben ismert városi legenda. Reméljük, hogy sem ennyi, mert akkor túl nagy biztonságban nem vagyunk, mondjuk egy nagyobb hajón se lennénk, de hogyha már a hajó szóba került,
Mi is pontosan az a rafting? Miből jön ez a szó? A rafting igazából egy gyűjtő neve a sportnak. Pontos jelentése nincs. Eredetileg whitewater az angolban a vadvízi evezés. Ez inkább Európába terjedt el a rafting kifejezés. Ez abból ered, hogy ezeket a nagy 8-10 személyes gumitutajokat rafthajóknak hívják. Ennek van egy másik változat, az úgynevezett trekhajó, ami ugyanilyen gumi felfújható hajó, de az csak 2, illetve 3 személyes. Illetőleg van még a vadvízi evezésnek a harmadik ága, a vadvízi kajakozás, de összességében ezt a három sportot rafting gyűjtő néven ismeri a szakma, illetve az emberek. És akkor pattanjunk vissza a csónakba, mert hogy még a nyílt vízen is vár ránk néhány érdekes történet. A belvárosi templommal kapcsolatban is van egy különleges történet, méghozzá az elhelyezkedésének a története, hogy kerül ide a templomhoz. Igen, ez egy korabeli építészeti bravúr volt, hogy eredetileg az a templom néhány méterrel arrébb áll, de amikor építették a hidat, akkor rájöttek, hogy ott nagyon útba lesz, és hát hatalmas mérnöki munkával méterekkel arrébb helyezték a templomot gyakorlatilag sérülés nélkül, és hát most arra külsőleg is megújult, és nagyon szép lett, és jó, hogy megmaradt. Te hogy tudod, hogy Gellért püspök ide van eltemetve, vagy egy másik verziót tudsz, mert én most már mindent hallottam, hogy Gellért püspök van. Az a helyzet, hogy én is már mindent hallottam ezzel kapcsolatban, amiben biztos vagyok, hogy Gizella királyné passzolban nyugszik, mert neki láttam a sírját, többet nem tudok Gellért püspökről, hogy hol lehet szegény. A szabadság szobor pedig szintén egy hát városi legenda. Én most már arra is azt mondom, hogy városi legenda, mert én erről is hallottam, hogy ez a Horthy történet nem biztos, hogy igaz. Én több helyről hallottam komoly emberektől is ezt a történetet, de én is hajlok rá, hogy nem biztos, hogy ez 100%-osan így történt, de hát ugye az alaptörténet az úgy szól, hogy eredetileg a szabadság szobora az a Horthy fiának állított volna emléket, és eredetileg az olaják helyett egy légcsavar tartott volna a kezében, mert ugye a Horthy kormányzónak a fia vadászpilóta volt és lezuhant. És hát utána ugye a politikai változás következtében inkább ezt az olajágat pakolták a kezébe, de erről se lehet 100%-osan kijelenteni, hogy valóság, de ez is egy olyan érdekes történet, amit ha hallotta is valaki, akkor is csak ilyen részletinformációkat, többnyire új szokott lenni az embereknek. Hogy látod, hogyha nem is ezeket az urbánus legendákat, de az alapvető tudást Budapestről mennyire birtokolják a külföldiek? Rendelkeznek-e valami fogalommal arról, hogy hol vannak a történelemről, az épületekről, a kultúránkról? Ez rettenetesen változó. Tehát nyilván itt nagyban függ az egyéni tájékozottságról is. Az a tapasztalat, hogy minél messzebbről jön valaki, annál kevesebb fogalma van. Tehát például a tengeren túlról, vagy akár a távol-keletről érkezőknek, ez maga az teljes exotikum, tehát nagyon kevés fogalmuk van róla. Az európai országokból érkezőknek azért inkább van tapasztalatuk, illetve vannak nagyon sokan, akik visszajárnak. Tehát múltkor volt például egy holland család, akik évek óta Magyarországon nyaralnak, és most meglátták ezt a lehetőséget, és ha már itt vannak, akkor valami új dolgot is kipróbálnak, holott már 6-odjára, 7-egyére voltak Budapesten, tehát ez abszolút változó. The streets are lonesome, the night has gone. This is the story that never began. Hate in the city. Bár én őszintén mondom, még órákon keresztül képes lettem volna evezgetni. A vizet most egy időre szárazföldre cseréljük.